Köszöntöm a nézőket, önök az érdi panorámát látják. A Tetőfedő utca és a Török-Bálinti út találkozásánál tartotta a szokásos szerdai sajtótájékoztatóját a város vezetése. A csapadékos időjárásnak köszönhetően több ideiglenesen helyreállított utca is szinte járhatatlanná vált a nagy mennyiségű sár miatt, amelynek köszönhetően számtalan panasz érkezett az önkormányzathoz. Témészáros András polgármester ezekre a problémákra reagált a tájékoztatón. A Tetőfedő utca az egyik legnehezebben járható utca Érden, illetve ezen kívül még számos helyszínen tapasztalható hasonló helyzet a városban. Ezekkel a szavakkal kezdte sajtótájékoztatóját Témészáros András polgármester, aki néhány a lakosság által az önkormányzatnak címzett levélből idézett, amelyek mindegyike a járhatatlan utcák okozta problémákról szól. A Kerékgyártó utca egyik lakója levelére azt a választ kapta, hogy jelenleg a városban az utcák ideiglenes helyreállítása történt meg, ami úgynevezett munkaközi állapotnak felel meg. Hát a kedves Kerékgyártó utcai lakosnak mondom, hogy valóban munkaközi állapot. Sajnos ez az igazság. És olyan az időjárás ebben a pillanatban, hogy nagyon nehéz bármit tenni. Azt lehet csinálni, hogy a kialakult lyukakba, vízmosásokba beleteszik a murvát, amit aztán a következő eső sajnos elmos, és kezdődik előről az egész. Amíg az időjárás olyan nem alakul, úgy nem derül ki, és nem kezd a föld felengedni, valamint a rendes végső helyreállítási munkát nem tudjuk elkezdeni, pontosabban a kivitelezőkkel elkezdetni, addig igazából csak tűzoltás folyik a város szinte egész területén. Témészáros András polgármester azt is hangsúlyozta, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kivitelezők a lehető legjobb minőséget biztosítsák a lakóknak az ideiglenes helyreállítások során is, de az időjárási viszontagságok nem csak a lakók helyzetét, hanem a kivitelezőkét is megnehezítik. Szorítjuk, szorongatjuk a kivitelezőket, hogy legalább a tűzoltó munkát végezzék el, de műszakilag ebben a pillanatban, ebben az időjárásban nincs jó megoldás. Akár melyiket, a Kárpitos utcát, a Tekercselő utcát, a Szövő utcát, Toboz utcát, Citromfa utcát, bármelyiket sorolhatnánk, a gesztenyefát, a fenyőfát, a fügefát, a cserhalmit, és így tovább, és így tovább. Ezekben az utcákban jelen pillanatban nem tudok más mondani, kis türelmet kérünk, és az utak megjavítása, ahogy az időjárás lehetővé teszi, abban a pillanatban elkezdődik. Minden nap a közútkezelőink, minden nap a katasztrófavédőink, minden nap a közterületfelügyelőink külön listákat adnak, hogy hol van aktuálisan rossz helyzet, vagy nagyon rossz helyzet, és a kivitelezők is elhatározták, hogy ahogy elindul a munka, az utak minőségével, az utak helyreállításával kifejezetten és kiemelten többet fognak foglalkozni. A csatornázási projekt a nehézségek és a problémák ellenére továbbra is Érd történetének a legjelentősebb beruházása, tette hozzá Témészáros András, aki a továbbiakban hangsúlyozta, hogy csak ezután lesz majd lehetőség az utak és a vízelvezetési problémák megoldására. Én továbbra is azt remélem, mint ahogy azt reméltem 2007-ben, amikor elkezdtük a csatornázásnak a pályázatát megfogalmazni és beadni, azt remélem, hogy lesznek olyan pályázatok a későbbiekben is, ahol már a felszíni vízelvezetéssel tudunk foglalkozni, ahol már az útépítéssel és járdaépítéssel tudunk foglalkozni, és amilyen sikeresek voltunk eddig a pályázat írás tekintetében, én biztos vagyok benne, hogy a későbbiekben is ugyanilyen sikeresek leszünk. A város vezetője továbbra is kéri a lakosság türelmét, hiszen ha lehet hinni a meteorológiai előrejelzéseknek, már március elején folytatódhatnak a munkálatok a városban. Úgy érzem, hogy a munkaközi állapot az igaz, nagyon sokan vannak ebben a helyzetben, nagyon sok embertől kell ilyen tekintetben elnézést kérni és a türelmüket megköszönni. Ennek ellenére én biztos vagyok abban, hogy befejeződik. 2013 végére, illetve 2014 elejére, mire a helyreállítások is teljes mértékben befejeződnek, addigra mindenki meg fog könnyebbülni, és látni fogja, hogy érdemes volt mégis. Mindazon baj, nyűg, gond és sár, meg víz ellenére, amit közben el kellett szenvednünk. Ezen kívül a tájékoztatón elhangzott az is, hogy január 1-től a víz, csatorna és hulladék kezelési díj megállapítása már nem tartozik önkormányzati hatáskörbe. Ezeket a későbbiekben az illetékes minisztérium, illetve az arra jogosult hatóságok fogják megállapítani. Nem véletlen egyébként, hogy a kormány ebben a tekintetben egy erőteljes álláspontot képvisel, mégpedig az, hogy a rezsidíj csökkentések körében ezek a szemét, víz és csatornadíj is csökkenni fog első körben minimum 10%-kal.
mivel hogy ők fogják a későbbiekben megállapítani, ezért én azt gondolom, hogy erre garanciát is lehet vállalni. Magam részéről én nagyon örülök, és remélem, hogy sikeresek lesznek ezek a fajta kormányzati intézkedések a jövőben. Ünnepélyes szerződéskötés, kollektív program a Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft.-nél. Újabb sikeres elfogás, rendőrkézre került a diósdi kisboltot kirabló férfi. Az érdi időjárás 40 éve, az elmúlt időszak második legcsapadékosabb ciklusát éljük. Heti hírösszefoglalónk következik. A Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft. Egy munkaebédre látta vendégül a projektben résztvevő munkavállalókat a Fesztál étteremben. A kollektív elnevezésű programot 2012. szeptemberében indította el a cég azzal a célkitűzéssel, hogy megváltozott munkaképességű álláskeresőknek adjanak lehetőséget elektronikus és telefonos ügyfélszolgálati munkaterületen. Ennek a programnak az első szakaszában, szeptembertől az előző év végéig arra fordítottuk az időt, hogy megpróbáltuk megtalálni a érdeklődő és alkalmas jelölteket, akiket a végére 20 főben valóban sikerült is megtalálnunk. Ebben a call centerben azok a jelöltek, akik sikeresen teljesítik az OKS vizsgát, és a Napraforgónál fognak dolgozni 6 hónapon keresztül, ők olyan kimenő és bejövő hívásokat fognak kezelni, amik nem üzleti célúak, hanem közösségiek. Ennek előkészítése érdekében felvettük a kapcsolatot a térség önkormányzataival, polgármesteri hivatalaival, és keressük a lehetőséget a civilekkel való együttműködésre, és a következő 3 hónapnak fontos feladata lesz, hogy ezt a szolgáltatást megfogalmazzuk és tartalommal megtöltsük. A program során a megváltozott munkaképességűek között nem tettek különbséget, mindazok jelentkezhettek, akik az alapkövetelményeknek megfeleltek. Minimális elvárás volt az érettségi vizsga megléte. Az a 20 fő, akivel szerződést kötöttünk, nagyon különböző problémákkal küzd, az egészségét, a funkcióit tekintve, és nem is ez volt a cél, hogy ebben a körben, vagy ebben a kritériumban gondolkodjunk. Legfontosabb az volt, hogy erre a munkakörre alkalmas, és ez iránt a feladat iránt elkötelezett jelölteket kutassunk fel. Mostanában kezd a call center, mint technológia és mint szakma betörni erre a piacra, és hát nyilván én úgy érzem, hogy ebben azért vannak nagyon komoly lehetőségek a jövőre nézve, hogy abszolút egyenrangú munkát tudjunk végezni. Nyilván nem minden vakember alkalmas erre, de aki alkalmas és szereti, az csinálja. A szerződő munkavállalók egy 3 hónapos képzésben vesznek részt, amit a vizsga követelmények teljesítése után 6 hónapos munkavégzés követ, melynek a helyszíne a Napraforgó Nonprofit Közhasznú Kft. Érdi székhelye lesz. Ez a 3 hónap részben ugye magának az OKS szakmai tudásnak a megszerzésére szolgál. Ehhez egy nagyon tapasztalt képzőintézményt kértünk fel partnernek, akik a felnőtt képzésben sok éve tartó tapasztalattal bírnak. Ennek az óraszámok tekintetében 220 óra a kerete. Jellemzően ez azt jelenti, hogy a hetük nagy részét ez az elfoglaltság fogja kitenni. Bejárnak a képzőintézménybe, meghallgatják a képzéshez kapcsoló modulokat, részvizsgákat tesznek, április 10-én pedig egy záróvizsgát. A köztes időszakban pedig ugye azokat a szolgáltatásokat nyújtjuk, amivel mi előzetesen készültünk, és ami a mi szakmai tudásunkat jelenti. Legfőképpen szeretnénk őket abban segíteni, hogy sikeres vizsgát tegyenek, illetve miután a vizsgát letették, segíteni szeretnénk őket abban is, akit foglalkoztatni nem tudunk, hogy felkészítsük őket az önálló munkavállalásra ebben a munkakörben nyílt munkaerőpiacon. Gondolom, hogy ezzel könnyebb lesz ezzel a végzettséggel elhelyezkedni akár egy banknál, ami azért talán annyiból jobb, hogy nem értékesíteni kell, nem hideghívásokat kell indítanunk, hanem már egy banknak az ügyfélkörét kell rendeznünk, és annyival könnyebb, hogy akkor mondhatom azt, hogy lehet, hogy nem dolgoztam még ilyen helyen, illetve hogy ha már a fél évet belevesszük, akkor dolgoztam is ezen a helyen, akkor már könnyebb, mint hogyha azt mondanám most jelen tudásommal, hogy én most szeretnék valami banknál, vagy bárhol call centerbe dolgozni. Kóródi Edit szakmai igazgató továbbá elmondta, hogy a projektnek köszönhetően a munkavállalók egy piacképes tudást szereznek majd meg, amit a munkakeresés során tudnak majd kamatoztatni.
A felkészítő programunk is arra a tapasztalatra alapozódott, hogy ebben a munkakörben gyakran közvetítünk megváltozott munkaképességűeket, de tudjuk, hogy ez a feladat nem egyszerű. Bizony sokszor kimenő, bejövő hívások kezelésekor nagyon stresszes helyzetek alakulhatnak ki, és egy megváltozott munkaképességű ember számára kifejezetten, vagy még inkább fontos, hogy a testi-lelki egyensúlyát meg tudja tartani, ezért ennek a programnak a hozzáadott értéke az, hogy megfelelő felelős döntés alapján és megfelelő felkészítéssel tudják vállalni ezt a munkakört. De ahogy mondtam, ma ebben a gazdasági helyzetben a cégeknek nagyon fontos, hogy megtartsák az ügyfeleiket és újakat szerezzenek, tehát ügyfélkapcsolati munkakör ma a piacon jellemzően nagy számban adott, tehát abban bízunk, hogy az elhelyezkedésüknek sem lesz akadálya. Ez a képzési program, ez az egész program, ez nem csak arról szól, és ezért nagyszerű ez a program, hogy tanulunk valamit, ami után majd lebegünk a levegőben, hanem abban is segítenek nekünk, hogy legyen lehetőség munkatapasztalatra. Én dolgoztam call centerbe, de ez most egy más minőségű dolog lesz, hiszem, hogy egy fejlődési lehetőség. Tehát biztatónak látom a jövőt, és hát mindenképpen döntően azért az én hozzáállásomon múlik minden. A munkaebéd adott alkalmat arra is, hogy a napraforgó közhasznú non-profit Kft. Ünnepélyesen aláírja a projektben résztvevőkkel a képzési megállapodást. Maszkok, kesztyűk, gumibot, bozótvágók és többek között ezeket a tárgyakat foglalta le a rendőrség annak a férfinak az otthonában, aki fegyveres rablást követett el a Diósdon még az év elején. Az elkövetőt a rendőrség hétfőn este fogta el. 2013. január 2-án történt egy felfegyverkezve elkövetett rablás Diós területén. Ekkor egy fiatalember egy kis boltba bement, arcán az itt látható egyik maszkot elhelyezte, valamint a kezében egy eszközt és egy gásprét tartott. Megtámadta a hölgyet és 16 000 forint készpénzt tulajdonított el. Az adatgyűjtések és a nyomozás során információ merült fel az ismeretlen elkövető kilétére. Mivel a megfelelő tárgyi bizonyítékok nem voltak a kezünkben, ezért tanúként idéztük be. Tanúkihallgatása során tagadta a bűncselekmény elkövetését, erre vonatkozóan semmilyen információt nem adott át. Ezt követően nála egy házkutatást tartottunk, és a házkutatás során az itt látható eszközök feltalálásra kerültek, megtalálásra kerültek és lefoglalásra. Ezt követően már a megfelelő bizonyíték kezünkben volt, és így gyanúsítottként tudtuk kihallgatni. A gyanúsított kihallgatása során részletes beismerő vallomást tett, ezt követően őrizetbe vettük, és előzetes letartóztatását kezdeményezni fogjuk a bíróságon. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A fiatalember még büntetlen előéletű, hát a tényleges büntetés majd a később során a bíróság fogja meghozni, kimondani. A múlt hét még ennél is sikeresebb volt, bravúros nyomozásnak is mondható, hangsúlyozta Józsa Róbert. Akkor egy csoportos rablásban 3 elkövetőt sikerült azonosítania az érdi rendőrkapitányság munkatársainak. A kihallgatások során információk merültek arra vonatkozóan, hogy a Lőcsi úton elkövetett fegyveres rablásnak is ők az elkövetői. Ebben az ügyben gyanúsításuk megtörtént, őrizetbe vettük őket, azóta az előzetes letartóztatásuk is megtörtént, és ismét szintén a nyomozás során sikerült rájuk bizonyítani, hogy ezek az elkövetők betöréssel, gépkocsi feltöréssel, valamint újabb rablásokkal gyanúsíthatók. Annyit azért el szeretnék mondani, hogy a fegyveres rablásunk a múlt hét csütörtökön a délutáni órákban volt, és az elkövetők 24 órán belül gyanúsítottként szerepeltek nálunk, és az őrzetbe is vettük őket, tehát két kollégánk rendkívüli módon vetette bele magát a munkába, nagyon sok információt gyűjtöttek, valamint kell emelnünk azt, hogy állampolgári segítséget is kaptunk, és így nagyon rövid időn belül nagyon sikeres eredményeket tudtunk elérni. A rendőrség továbbra is mindent megtesz a város közbiztonságának javítása érdekében, ebben a munkában a lakosság segítségére is számítanak.
Ahogy az önkormányzat tegnapi sajtótájékoztatóján Témészáros András polgármester elmondta, a csatornázási munkálatok jelenleg a rossz időjárás miatt szünetelnek a városban. Amíg az időjárás olyan nem alakul, úgy nem derül ki, és nem kezd a föld felengedni, valamint a rendes végső helyreállítási munkát nem tudjuk elkezdeni, pontosabban a kivitelezőkkel elkezdetni, addig igazából csak tűzoltás folyik a város szinte egész területén. Ezt a tényt erősítette meg Miklósi Csaba, az Országos Meteorológiai Szolgálat egykori főmunkatársa is, akinek postástelepi otthonában található a szolgálat hivatalos csapadékmérő állomása. Idei tél az csapadék szempontjából kiugró, a december még annyira nem is, bár átlag fölötti csapadékmennyiség hullott, a január viszont a 40 év alatt a második legcsapadékosabb. Habár a februárból alig egy hét telt el, ennek ellenére a csapadékmennyiség már most meghaladta az erre a hónapra vonatkozó sok éves átlagot. Ugyanakkor Miklósi szerint nem csak a csapadék mértéke okozhat gondokat. Nem volt hosszantartó hideg, tehát esett egy 5-10 centi hó, és utána egy-két napon belül elolvadt. Utána megint egy csapadékos periódus hóval, és utána megint, tehát ami a talajviszonyokat nagy mértékben ronthatta. Tehát nem az volt, hogy egy hosszú, fagyos hetek jöttek, hanem tehát ez a változékonyság okozta, hogy ennyire szerintem is az utak állapota elég rossz volt. Az időjárási körülményeknek, illetve a csapadékmennyiség változásának rengeteg oka lehet, amit a hivatalos és naprakész adatok hiányában Miklósi Csaba természetesen nem kívánt elemezni. Azonban a globális időjárási folyamatokat is rendszeresen figyelő szakemberként van elképzelése a jelenlegi helyzetről. Föltűnt, hogy a szibériai anticiklon, ami télen az rendkívül kemény telet szokott okozni, meg ez a magas nyomási zóna, ez nem terjed ki nyugat fele, tehát a enyhe légtömegek, az óceáni légtömegek ugye váltakozva jöttek a északi áramlással, és tehát nem tudott kialakulni egy olyan stabil hidegperiódus. Illetve hát ugye a másik jellemzője hazánknak a medence jelleg miatt, hogy egy anticiklon kiépül, és akkor stabilan megmarad, és egy ilyen hideg légpárna az hetekig elhúzódik, ami kemény fagyokat okoz. Ha most ez kialakult volna, akkor nem lenne az utakon ilyen probléma, mert akkor az egy fagyott talaj. De mivel ez nem alakult ki, ezért ez a változékony csapadékos, hóban is gazdag, de hát olvadás, el is olvadt ez a hó, és hát ez bizony okozhatja a problémákat. A csatornázással kapcsolatban felmerülő időjárási problémákra visszatérve a szakember elmondta, egyértelmű, hogy az idei nagy mennyiségű csapadék is szerepet játszhat az elhúzódó munkálatokban. Nem tudok a csatorna építő cégekkel ugye vitatkozni, nem is akarok, de hogy belejátszott az egészen biztos. Mert ha megnézem a tavalyi télnek az adatait, hát jóval kevesebb csapadék hullott, és ha még azt is megnéztem, hogy a csapadékos napok száma januárban. A csapadékos napokat azt vettem, amikor a 0,1 mm-t meghaladta a csapadék mennyisége naponta. Ez a elmúlt 40 évben a legmagasabb érték volt. Tehát azt mondhatjuk, hogy a idei január az rekord ebbe a 40 évbe a csapadékos napok számának a összegébe. Tizenhárom évvel ezelőtt Párizsban tartották az úgynevezett rákellenes világkongresszust, és ekkor nyilvánították február 4-ét a rák elleni küzdelem világnapjává. Ennek apropóján az Érdi Szakorvosi Rendelőintézet idén is megszervezte a manapság már hagyományosnak mondható szűrővizsgálatát. A rákos betegségeknek ugye az egyik legfontosabb gyógyítása maga a megelőzés, mégpedig egészséges életmóddal, illetve rendszeres szűrővizsgálatokkal. Ennek a mai napi rendezvénynek, amit az ANTS-szel közösen tartunk, ez a célja, hogy felhívja a betegek figyelmét ezekre a nagyon fontos szempontokra.
Dr. Kőszegi Gábor elmondta, a daganatos betegségek hazai gyógyulási mutatói jelentős mértékben javultak az utóbbi időben, ami többek között az ilyen szűrővizsgálatoknak is köszönhető. Ma Magyarországon azért még mindig körülbelül kétszer annyi, arányosan természetesen, kétszer annyi ember hal meg rákos betegség következtében, mint az Európai Unióban, illetve ez elsősorban a korai halálozásokra érvényes, tehát a 60 év alatti emberek között. A térségünk tekintetében pedig nagyon pozitív dologról tudok beszámolni, hogy az érdi kistérség Budapesttel együtt azok közé a területek közé tartozik, amelyeknek a daganatos halálozása jobb, mint a magyarországi átlag, nem éri el, a nagyjából fél úton van a magyarországi átlag és az Európai Uniós átlag között. A rák megelőzésének legfontosabb eleme, hogy próbáljunk meg minél több figyelmet fordítani saját magunkra. Így nő az esély annak, hogy már a daganat kialakulásának kezdetén észrevegyük testünk rendellenes elváltozásait, fogalmazott a főigazgató. Például megváltozott székkelési szokások. Tehát ha valaki addig hasmenéses volt, most székrekedésessé válik, vagy fordítva. Vagy rendellenes jelenségek, tehát mondjuk a székletben vér, vagy mondjuk egy nem gyógyuló seb a szájban, vagy a férfiaknál a vizeletürítés nehézségei, vagy bármi olyan egy anyajegy, amelyik elkezd növekedni, vagy pirossá válik, vagy elkezd viszketni, ezek mind olyan apró jelek, amikre odafigyelve egyidőben el lehet menni orvoshoz, és az megállapítja, hogy ezek mögött, a jelenségek mögött van-e valamilyen veszélyes dolog, és ha a daganatot időben észleljük, akkor ma már azért a gyógyulási eshetőségek azok sokkal jobbak. Habár a szűrőnap legfőbb célja a figyelemfelhívás volt, az érdeklődők egyéb életmód, táplálkozási, illetve általános egészségügyi tanácsokat is kaphattak a szakorvosoktól. A kollégáink nyilvánvalóan, hogyha olyan jelenséget észlelnek, vagy olyan panaszról számol be a beteg, ami daganatos betegségre utal, akkor célirányos vizsgálatokat végeznek, adnak beutalót laborvizsgálatra, bőrgyógyász megnézi azt az anyajegyet, ami esetleg kérdéses a daganat szempontjából, és így segítjük azt, hogy ezek a csak gyanújelként megjelenő panaszok, ezek hátterében kizárjuk a rákos betegséget. Míg a nők esetében továbbra is a menrák, addig a férfiak esetében a prostatarák a legelterjedtebb daganat típus. Ugyanakkor a gyomor és bélrendszeri, valamint a tüdődaganatok mindkét nemnél hasonló gyakorisággal fordulhatnak elő. Ötven székely zászlót ajánlott fel a tisztességes választásért alapítvány a magyarországi önkormányzatoknak, hogy vállaljanak szolidaritást a székelyföldi polgármesterekkel és településekkel, szimbólumaik szabad használatáért folytatott küzdelmükben. A székely zászlót Spéth Géza Diós polgármestere is átvette. Mindenképpen minden korban lévő képviselőtestület nagy hangsúlyt fektetett a határon túli magyarsággal a kapcsolattartásra, hogy érezzék azt, hogy az óhaza törődik velük, és ez folyamatosan élő találkozókon és szervezetten folyt. Érsekéccsel kulturális kapcsolatunk van, a rozsnyóiakkal sport kapcsolatunk, és ugye nem utolsó sorban Erdélyben Marosvéccsel testvérvárosi kapcsolatunk is van. Ezeknek mindezek az oka annak, hogy a testület így döntött, miután tegnap délután a képviselőtestület egyhangú szavazással döntött arról, hogy a székelyek zászlaját a polgármesteri hivatal falára kitűzze. Spéth Géza polgármester hozzátette, fontosnak tartják a településen, hogy ilyen módon is hitet tegyenek a nemzeti összetartozás mellett. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy szolidaritást vállaljunk a székelyekkel, az Erdélyben érő magyarokkal, abban a küzdelemben, amit ott az Erdélyben a mindenkori román hatalommal folytat. Most olvasni lehet újságokba, televízióba, rádióba, hallani lehet arról, hogy milyen megtorló intézkedéseket hoznak a román hatóságok azokkal az önkormányzatokkal szemben, akik ezt a zászlót már kitűzték. De én úgy gondolom, hogy a magyar ember és a székely ember legfőképpen nem arról híres, hogy olyan könnyen meg lehessen törni.
és mi nagyon szeretjük a határon túli magyarjainkat, és evidens, hogy ezt a zászlót mi minél hamarabb szeretnénk a községházának a falán látni. A székely zászlót február 9-én szombaton tűzik ki ünnepélyes keretek közt a Diósdi önkormányzat épületére. A házasság hete 2013 nyitó sajtó eseményét február 7-én csütörtökön tartották Budapesten az egyes számú központi házasságkötő teremben. A házasság hete mozgalmat 1997-ben Richard Kane indította útjára, aki elmondta, hogy egy közeli barátjának válása adta az ötletet. Kiderült, hogy a férfi kapcsolatából nem a szeretet hiányzott, mindössze a mindennapi gondok, a megélhetés, a gyermeknevelés miatt úgy érezte, hogy túl nagy a nyomás rajta, ez vezetett a váláshoz. Richard ekkor gondolkozott el azon, hogyan tudna segíteni a hasonló helyzetben lévő házaspárokon. Így jött az ötlet, hogy egy évben egyszer egy hetet ennek a kérdésnek szenteljünk. Kérdéseket tegyünk fel, amelyekre válaszokat keresünk, és mindenki elgondolkodhat azon, hogyan lehetne jobb férj vagy jobb feleség. Az a fő probléma, hogy ma már nincs társadalmi kényszer, a házaspárok csak akkor maradnak együtt, ha jól működik a kapcsolatuk. Mi ebben szeretnénk nekik segíteni. Hazánk 6 évvel ezelőtt csatlakozott a nemzetközi mozgalomhoz. A házasság hetének a programja az ugyanaz, mint az egyház tanít a házasságról, és ezért szívesen álltunk melléje, hisz nem csak a szószéken kell hirdetnünk ezt, hanem minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy beszéljünk arról, hogy a házasság elköteleződés, és az elköteleződés az nem megcsonkítja az embert, az egóját, hanem kiteljesíti. Richard Kane elmondta, ő és a mozgalom hívei a társadalom attitűdjét szeretnék megváltoztatni, és ez a változás igen nehezen mérhető. Ugyanakkor vannak számokban is kifejezhető eredmények, amik a házasság hete mozgalom sikerességét támasztják alá. Csak 2012-ben világszerte 1,5-2 millió ember vett részt a házasság hete különböző rendezvényein. Egy másik statisztikai adat szerint pedig azok a házaspárok, amelyek foglalkoznak a problémával, és bármilyen segítséget vesznek igénybe annak érdekében, hogy megoldják azt, jellemzően sokkal nagyobb arányban maradnak együtt. Vagyis elmondhatjuk, hogy akik részt vesznek a házasság hete valamely rendezvényén, nagyobb eséllyel tudják megmenteni házasságukat, és így módon mi is segítettünk. Én azt gondolom, hogy az egy nagy ajándék az egész nemzet számára, hogy egy héten át szóba kerül a házasság, és pozitív módon kerül szóba a házasság. Nagyon kell az, hogy bátorítsuk különösen a fiatal nemzedéket, hogy már annyi szétesett házasságot látnak, nem ismernek arra gondolni, hogy ez nekik sikerülhet. Szóval egy társadalom, amely elbizonytalanodott a házasság intézményében, elbizonytalanodott a házasság értékében, nagyon fontos az, hogy tudatosítjuk, hogy a házasság lehetséges, a házasság szép, hogy a házasság a jövőhöz tartozik, és nem valami elavult intézmény. A házasság hete arcai idén Várnagy Andrea és Farkas Zsolt. Az idei rendezvény szlogenje az egymásra hangolva is tőlük származik. A nyitó sajtóeseményen természetesen ők is jelen voltak. A házasság hete központi programjainak fővédnöke Herceg Anita, Magyarország köztársasági elnökének felesége. A házasság hete rendezvény sorozat február 10-től 17-ig tart. Ez idő alatt országszerte tartanak rendezvényeket, amelyeken a házasság intézményét igyekeznek népszerűsíteni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök az Érdi panorámát látták. Műsorainkat megtekinthetik a www.érthiradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban is, további kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, viszontlátásra! Thank you.